Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Azt mondták, hogy ezt a mikrofont ezt rakjam ide, mert talán jobban lehet akkor hallani. Nagyon megtisztelő számomra, hogy a Kecskeméti Egyetemen tarthatok előadást, és nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget. Rektor úrnak a bevezető szavai remélem nem túlzások, vagy Önök számára úgy érzik majd, hogy egy óra múlva, hogy nem volt túlzás. Én azt gondolom, hogy valóban jogos az, hogy itt az egyetemen tarthatunk erről a témáról előadást, hiszen nyugodtan mondhatjuk azt, hogy bizony, akár hogy ez a bevezetésben is elhangzott nemzetközi szinten, de országos szinten is a történelmünk szempontjából olyan új eredmények vannak az elmúlt 5-10 évben, és ezek az eredmények bizony Kecskeméthez, a Kecskeméti Múzeumhoz és Bács-Kiskun megyéhez kötődnek nagyon nagy részt egy rengeteg témában. Ebből én azt gondolom, hogy mindenképpen ki kell emelni azt az időszakot, az Árpád-kort, ami talán a legkevésbé ismert a történelmünkből. Kicsit kevéssé is foglalkoztak vele, aminek nagyon egyszerű oka van. Egyrészt régen volt, másrészt pedig valóban azok a kataklizmák, amik az elmúlt évszázadokban érték a magyarságot, azok bizony nagy részt valóban elpusztítottak olyan emlékeket, ami alapján ma már az átlagember, de még a történész is nagyon sokszor azt mondja, hogy hát azt leírták, de nem biztos, hogy az úgy volt. Na most ez az, amiben az elmúlt 5-10 évben Kecskemét környékén teljesen újat tudtunk nyújtani, ugyanis a ma elérhető, ezért is nagyon jó, hogy itt lehet az egyetemen előadást tartani, a ma elérhető technikai újításokkal, műszaki lehetőségekkel, természettudományi lehetőségekkel, és ezeknek az elérhetőségével, tehát az, hogy már évfőt tudok küldeni egy drónt, én tudok egy térinformatikai programot kezelni, és nyilván ehhez megvan a múzeumban az apparátus. Nagyon viccesen hangzott volna nekem 15 évvel ezelőtt, ha azt mondja valaki, hogy a térinformatika lesz a legjobb barátja a régészetnek. Kérem szépen, ma ez történik, és kénytelen vagyok én is megtanulni bizony egyes olyan programokat, amire 25 évvel ezelőtt még be nem tudtam kapcsolni, és a számítógépet ezt el kell férfiasan ismerni. Szóval változnak az idők, és kétségtelenül sokkal, de sokkal többet tudunk bizonyos kérdésekben, de hát ugye ez már a tudománynak a velejárója, hogy ahogy fölmerülnek a kérdések, mint annak idején a törökből egyet levágták, kettő lett helyette. Azt gondolom, hogy ezt mindannyian tudjuk a saját életünkből is, egy valami meg van oldva, az azonnal nyit ki másik két ajtót, de hát ezért szép, azt gondolom, a tudomány, és a mi tudományunk, az archeológia is ennek ez a szépsége, nem beszélve arról, hogy itt a Bács-Kiskun megye Kecskemét környékén bizonyos kérdésekben teljesen fehér lapot lehet kezdeni szépen írni. Na most ez az Aranymonostor a Kiskunság közepén című előadást hoztam. Talán nem annyira illik az egyetemhez az Aranymonostor, hiszen akárhogy is nézzük, ez egy icipicit populista cím. Én, mint régész és mint ennek a projektnek annak idején az elindítója, sokkal jobban szeretem a Bugaci Péter monostorát, ahogy ezt a területet annak idején hívták. Viszont az is kétségtelen, hogy ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy most az Aranymonostor látogatóközpont, és ez most itt a reklám helye is egyébként, ma is volt kiváló kecskeméti nyugdíjas csoport kint a Bugaci Aranymonostor látogatóközpontban. És az, hogy ez létrejöhetett, hogy ma a 12-13. Századi magyar királyságnak a nagyságát a legmodernebb, leglátványosabb eszközökkel lehessen bemutatni, ahhoz bizony szükség volt arra, hogy az Aranymonostor a civil szférába, a szakpolitikába, a politikába bizony egyszer csak elkezdett termékeny talajra hullani, és ennek következtében egész egyszerűen megtörtént az a finanszírozás, aminek a keretében ma, ha valaki kimegy, és nagyon javaslom Önöknek, és akik még nem voltak kint, hogy látogassák meg csoportosan, családdal a látogatóközpontot, megelevenedik ilyen új technikai lehetőségek révén a 12-13. Század. Na de ennyi volt az Aranymonostor látogatóközpontról, és akkor most térjünk is vissza Péter monostorára, ahonnan indult ez az egész történet, hiszen ez volt az a régészeti lelőhely, amelyről 2010 előtt lényegében szinte semmit nem tudtunk. Néhány fénykép maradt meg 1950-es évek elejéről, amikor a monostort jobbat nem találtak, ezért a monostor dombnak nevezett területet a helyiekkel széthordatták a Kiskunfélegyházi bekötő útnak az alapjába.
kövek, csontok, agyag, és nem akarom ilyen nagyon nehéz témával kezdeni, de hát azt gondolom, hogy ez hozzá tartozott a történelmünkhöz. 50-es éveket írunk, és bizony az akkor 30 éve lezárt Bugaci temetőrnek a területéről van szó, tehát a helyiekkel a saját nagyapjukat, nagyanyjukat hordatták be az útalapba. Na most, ezt 51 után valamikor végül is leállították, és ennek az volt a következménye, hogy utána ezt a területet, ezt a monostordombot, amit a nép úgy emlegetett, hogy a monostordomb, ezt végül is nem bántották tovább. A tudomány számára, mint oly sokszor, természetesen ez is ismeretlen volt. Tehát amikor megkérdezi az ember, a legelső tanyasi embert, hogy nem ismer valahol olyan helyet, ahol kövek vannak, csontok vannak, de, és akkor azonnal tudja a régészt, 100 évvel előre repíteni, tehát olyan módon, hogy 100 éves lemaradásban vagyunk, mert el kellett volna kezdeni már akkor földeríteni és beszélni a helyiekkel, mert hogy nagyon sok területen ugye most már azért kihalnak a vidékek, és nincsenek meg azok a tudások se, hogy hol a szántás közben a nagyapám hol talált ezt meg. Az pedig ez mindennek a nyitja számunkra, hogy újabb és újabb lehetőségek révén olyan eredményeket elérjünk, mondom még egyszer az új technológiai segítséggel, hogy ma Bács-Kiskun megye területén, hiszen ugye a megyei hatókörű múzeumról beszélünk, régészeti feladatellátásunkat tekintve, Bács-Kiskun megye területén 250 középkori templomot sikerült eddig beazonosítanunk, és hát ebből bizony egy jó 150-200-at saját magunk találtunk meg az elmúlt években. Tehát ezek tényleg irgalmatlanul nagy számok. De hát ugye a monostordombról beszéljünk, ez 2010-ben, ahogy önök is látják, egy elég finoman roncsolt halom volt, és senki nem tudta, hogy igazából mi is található a belsejében ennek a dombnak. És 2010-ben a Vajdaságból jött egy hívás, amikor azt mondták, hogy maga templomokkal foglalkozik, kell egy nemzetközi pályázatot beadni, egy ilyen határon átnyúló IPA pályázatot a Vajdasági Múzeummal közösen, és nincsen különösebben nagy dolgom, találni kell egy monostort. Mondtam, hogy hát nincs is ennél egyszerűbb dolog ugye a homokhátságon, mint egy monostort találni, és akkor hirtelen így belegondoltam abba, hogy hát amikor én diák voltam, régész hallgató, akkor Sárosi Edit, kecskeméti kolléganővel, aki szintén nagyon fiatal volt akkor, kimentünk egy mélyszántáshoz, egy erdő alatti szántáshoz, és itt látják ezt az erdőt, ami körbeveszi a most már ugye föltárt monostorkomplexumot, és ennél a szántásnál jött elő nagyon sok kő és csont és egyéb dolgok. A lényeg az, hogy akkor viccelődtünk Edittel, hogy mi lehet ott abban a domba ott közepén, csak nem a monostor, amit a Györfi professzor valahol Bugac monostor területére lokalizál, és hát azt abban is maradt ez a gondolatmenet, és utána jött ez a 9 évvel később ez a telefonhívás, és 2010-ben ugye ott álltam, hogy monostort kell találni, mert ópusztaszer nem volt hajlandó a szeri monostor részt venni ebbe a projektbe, és hát akkor történt az meg, hogy akkor megyei szervezet voltunk, és azt mondta a megyei elnök, hát 1 millió forinton ez nem múlhat. Na most miből lesz a cserebogár, tehát próba szerencse alapon mondjuk azt, hogy 19-re lapot húztunk, és hát a következő szűk egy órában önök látni fogják, vagy eldöntik, hogy ez valóban így van-e. Azt gondolom, a tudomány egyébként már eldöntötte, hogy valóban sikerült azért a 21-et kipörgetni, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok újdonsággal fognak önök is szembesülni, már csak azért is, mert hiába tartok, hála a Jóistennek, van lehetőségem több előadást is tartani, szinte minden alkalommal újabb és újabb eredmények jönnek elő, és önök is fognak abszolút új eredményeket hallani, amik azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is mérvadóak. Ez az erdő, ugye, amit az előbb mutattam, ott a közepén az a kis piros pont, az lenne maga a feltárt monostor komplexum, de hát nyilván maga a Bugaci Péter monostorról nem csak erről szólt, hanem alapvetően itt egy nagy kiterjedésű árpádkori település vette körbe. Tehát maga a monostor önmagában nem áll. Ugye megint egy sztereotípiával sikerült leszámolni, hogy a szerzetesek valóban az Isten háta mögé oda költöznek, hát itt nem ez történt, hanem az történt, hogy önök is most látnak egy térképet. Ez a második József féle katonai felmérés 1700-as évek, 1780-as évek közepéről. És ezen a térképre rá vannak helyezve azok a régészeti lelőhelyek sárgával, amiket mi ugye megtaláltunk. És nagyon szépen lehet látni, ugye, hogy azok a piros vonalak mutatják azt az utat, amely út egyébként nem más, ahol ezek a lelőhelyek szépen sorjáznak, mint a Szeged, Kecskemét, Ócsa és Pest,
pesti nagy királyi főút, vagy hadiút. A 13.-12. századról beszélünk. Tehát amit ma ismerünk, mint E75-ös és Félegyháza Kecskemét irányába megy, az az Árpád-korba, a Bugaci Péter monostora és Kecskemét irányába megy. A lényeg az, hogy Kecskemét az mindig állandó pontja volt ennek a nagy királyi főútnak. De csak azt akartam mondani, hogy amikor egy monostor kutatásáról van szó, nyilvánvalóan nem csak és kizárólag arra az egy dologra kell koncentrálni, hanem azért nem árt komplexül a környezetet is szemlélni. 2010-ben kezdtük a feltárást, néhány ásatási évad az kiesett, de hogy alapvetően egy 8-9 évnyi, hát itt a 3 hónaptól a 6-8 hónapon keresztül tartó feltárásokról van szó, eredménye alapján tudunk nagyon sok mindent megmondani a kolostorról, illetve hát magáról Péter monostoráról. Először az épületről beszéljünk egy pár szót. Van egy rekonstrukciónk, a Pazili Kft. Csinálta. 6 különböző fontosabb építési periódusát tudjuk a kolostornak. Azzal tisztában vagyunk, rétegtani feltárás lévén szó, és nagyon jó helyen találtunk pénzeket, és folyamatosan alkalmaztuk a fémdetektort például, hogy 1130 környékén épül az első kolostor épület, amely még nem a klasszikus kolostor négyszöggel csatlakozik a bazilika, ugye a kolostor négyszöghöz, hanem lényegében, hogy látják, még csak egy különálló épület, ami fallal van körbevéve, illetve egy valószínűleg az apát számára létesített lakótorony volt. Ez az első 1130 és 50 közötti időszakba keltezhető kolostor. Na most ez bizony 1220 körülre, több átépítés során, most a hátulját mutatom, 1220-as évekre egy hatalmas kolostor együttessé válik. Belülről mutatok néhány képet, ugye nagyon vicces, hiszen térdig élő falak vannak jelen pillanatban, de hát hál' Istennek a digitális technika, és nyilván ezeket önök mind filmben, képeken, iFreskókon, egyéb módon, vagy akár VR szemüvegekkel láthatják kint a kiállítóhelyen. Én most csak néhány dolgot szemelvényezek, nem tudom, jól látszik, ugye? Tehát nem kell lejjebb vinni a villanyokat. Tehát nagyjából így kell elképzelni, nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy 100%-os biztonsággal, de azért egyszer nagyon csúnyán néztek rá, amikor azt mondtam, hogy hát azért a bencések a kornak a multiát kell elképzelni, tehát hogy, és nyilván itt nem szabad ezt félreérteni, tehát most is van nagy Tesco, kis Tesco, közepes Tesco, és a gyárakról már nem is beszélve, és hát nyilván a bencés kolostoroknak is vannak kötelező elemei, amelyek mindig kell, hogy legyenek, és nyilván vannak kisebb, nagyobb, közepes kolostorok. Természetesen eddig tartott csak a párhuzam, hiszen azért egy egészen más jellegű dologról beszélünk, de mégis a lényeg az, hogy analógiák révén, amelyek Franciaországtól Erdély területéig, a felvidékig megvannak, azok alapján, az analógiák alapján jól tudjuk rekonstruálni ezt az egyik tanárom szerint nem túl bonyolult építésű kolostort. Kétségtelen, hogy nincsen hihetetlen mennyiségű faragványunk, de hát ez többek között annak is az oka, hogy úgy nagyjából 99,9, hát nem vagyok matematikus, de nagyon nagy arányban elvitték a köveket, hiszen ezen a vidéken nem kell magyaráznunk, hogy kőben szegény vidék, és ugye a építőanyag, mint olyan, az meggátolta a középkori műemlékeinknek a fennmaradását jó sok esetben. De azért vannak faragványaink, és azt gondolom, hogy ez a kevés, ami viszont van, az a román kornak mondhatjuk nyugodtan, hogy a csúcs teljesítménye. Ezek ilyen nagyon pici kis fejezetek. Azt gondolom, ha ornitológus lennék, még azt is meg tudnám mondani, hogy milyen madár az, amelyik tartja a csőrében a szőlőfürtöt, de az akantuszleveles oszlop is nagyon kiváló, illetve amit kell hangsúlyozni, hogy az átlagos kolostorokhoz képest, nem arról beszélünk, ami ezen a vidéken van, mert ezen a vidéken nincs, ugye, hanem akár az ország bármely területén, nézzük, hihetetlen nagy mennyiségű vörös márvány, illetve hát ez a süttői vagy tardosi vörös mészkő, tömött vörös mészkő, az, ami egy nagyon fontos építő elem, hát ez a kornak a magyar vörös márványa volt. Igazából arra is használták díszítő dolgokra, vagy díszítő elemekre.
És itt például a töredékeinkből tudtunk egy rekonstrukciót, ez a szentély rekesztőnek a rekonstrukciója, és mindjárt mutatok egy olyan képet, ahol hát ugye a nehéz sorsú Németországban a mai napig ugye állnak azért ezek a műemlékek, tehát így kell nagyjából elképzelni, ennek a teteje az, amit mi az előbb ugye, amit mutattam képen, tehát ezek a szép kis finom vörös és fehér márvány oszlopokkal tarkított csodálatos szentély rekesztő. Hát erről van szó, hogy ilyen apró dolgokkal kell nekünk, apró dolgokból kell lényegében néha nyomozó munkával összepakolni kerek történetet. Éppen ma mondtam a kedves nyugdíjas csoportnak, hogy hát képzeljék el, milyen nehéz ez a dolog, hogyha most mindent leradíroznánk itt Kecskemét környékén, de úgy mindent, és akkor csak ami a földbe belemélyed, az alapján kéne megírni most Kecskeméten, mi történik. És Kecskemét. Tehát mondom, nem is lehet feltétlenül elvárni a régészettől, hogy mindig 100%-os és biztos állapotot tudjon mondani, de hát nyilvánvalóan erre törekszünk. És mivel erre törekszünk, és tényleg azt gondolom, hogy kollégáim is a legjobb tudásukat nyújtották évtizeden keresztül, és valóban felhasználtuk azokat a rendelkezésre álló technikai lehetőségeket, ezért nagyon pontos eredményeink vannak. Tudjuk azt, hogy a település első András idejében indul, valamikor az 1040-es, 1050-es években. Ez nem más, ugye, mint a pogány lázadások időszaka. Mutattam önöknek az előbb azt a képet, ahol ugye mennek ezek az utak. Ez a nagy királyi főút, ami későbbiekben a királyi főút, de az avar lelőhelyeknek a szóródása alapján is azt lehet mondani, hogy ez az út legalább a 8., 7., 8. századtól kezdve egy állandóan használatban lévő, vagy arán fontos főút, hiszen a Maros torkolatvidéke és Pest, vagy hát ugye Buda, Aquincum, Óbuda környékére tehet, és a mai napig is az egyik ütőerre ugye az országnak ez az út, tehát ez a észak-déli kereskedelemnek, az észak-déli egyéb irányú, akár a hadi dolgokra gondolunk, egy abszolút fontos pontja. Éppen ezért azt gondoljuk, és joggal, hogy nem arról volt szó, hogy a telepítés úgy néz ki, hogy egy család oda ment, azt így lerakta magát, hanem egy sokkal tudatosabb telepítést kell a magyar királyoktól elképzelni az 1030-as, 40-es évek környékén. Nyilvánvalóan ezért is történnek ugye a különböző pogány lázadások, hiszen nem csak a pogányságról van itt szó, hanem nyilván a megszokott társadalmi szerkezetnek a teljes összerecsenése van ezekben az időkben, ugye. Szent István orzeoló, és hát a későbbi időszakban is. Nem is véletlen, hogy tele lesz polgárháborús időszak kezdődik évtizedeken keresztül Magyarországon, de hát aztán a végén ez lenyugszik. Lényeg az, hogy a temető indulását pedig ennek megfelelően, mert nyilvánvalóan egyénileg megtörténhet az, hogy másnap meghal valaki, hogy oda települnek, de azért mégiscsak azt lehet mondani, hogy tendenciózusan, hát mi ezt tudjuk vizsgálni, amikor tendenciózusan megjelennek a pénzek, azok Salamon pénzek, ugye ezeket halotti obuluszként túlvilágra, szemre helyezik, szájba helyezik, ugye régi ókori szokás volt ez, ami fennmarad egyébként a kereszténység elejénél is. És sőt, hát találtunk 19. századi olyat is, kisgyereket is, akinek pénz volt egyébként, Ferenc József pénz a szemén, ezen azért meglepődtem, de kétségtelen, hogy ez is megvolt. A lényeg az, hogy nagyon pontosan tudjuk a településnek és a temetőnek az indulását, és erre a településre, erre a kiemelt stratégiai pontra telepített településre, már nagy településre érkeznek meg majd a szerzetesek. Ha valaki megkérdezi, hogy milyenek voltak, akkor bajban leszek. Hát én egy ideig állítottam, hogy bencések, aztán most állítottuk, hogy premontreiek. Azt gondolom, hogy a tisztességes az, ha azt mondjuk, hogy fogalmunk nincsen, nagy valószínűséggel bencések, vagy premontreiek voltak. De most az egyik kollégám átvágta a gordiuszi csomót, azt mondta, hogy nincs gond, a bencések alapították, és a premontreiek pedig átvették, mert erre egy csomó példánk van. Lényeg, hogy egy nemzetségi monostorról van szó, amit a Becse Gergely nemzetség alapított. A Becse Gergely nemzetség, amikor alapította, 1130-ban jön ugye 20-as, 30-as években ez a kolostorépítés. Amikor a Becse Gergely nemzetség alapítja, akkor még nem Becse Gergelynek hívták, mert Becse és Gergelyről kapták a nemzetség a nevét, aki egy nem mellékes arisztokrata társaság volt, hiszen a Betlennek és az apafiak lettek a leszármazottaik, nyugodtan mondhatjuk, hogy azért ők valamit tettek le a történelem asztalára. Tehát az ő őseik voltak, akik valamikor 1130-ban megalapították. Ebben az egyben biztosak vagyunk, hogy Becse Gergely nemzetségi monostor volt, nem egy királyi monostor. És minden, amit most be fogok mutatni képgyanánt,
Nehogy véletlen valaki azt gondolja, hogy ez csak itt volt a Kiskunság közepén, és itt volt a világ közepe. Én majd azt fogom bebizonyítani, hogy milyen jelentős volt az ország, ha itt a Kiskunság közepén, egyébként stratégiailag nagyon fontos és jó ponton, mint hogy ma is Kecskemét egy kiemelkedően jó helyzetben lévő területen van, de hogy ezen a területen is van nagyon, nagyon nagy lehetőség, de hát azért ugye az embernek, amikor mégis beugrik, hogy Esztergom, meg Óbuda, meg Székesfehérvár, ugye a királyi városok, Győr, ezek ugranak be, és nem pedig ugye a homokhátság. De most ehhez képest azt kell bemutatni, hogy bizony itt olyan dolgok vannak, nemzetközi szinten kiemelkedő dolgok, amelyek el tudjuk képzelni, hogy egy Somogyváron mi lehetett. Egy Nagyváradon mi lehetett. Na, mindegy, ez fog következni. De még mielőtt a szépről beszélnénk, beszéljünk egy kicsit a csúnyább dolgokról, azért is, ugyanis a helyzet az, hogy a Bugaci Péter monostorának nem csak az indulását tudjuk pontosan, de nagyon pontosan, hát a hónap az kétséges, napot nem tudom, de a pusztulását is nagyon jól tudjuk, ugyanis nem máskor pusztul el, mint a tatárjárásban, vagy legalábbis olyan veszteségeket szenved, ami után sem központként, egy idő után pedig sem településként nem él már tovább. És ez bizony nem más, mint ugye az 1241-42-es tatárjárás. A 41-es évet azt jó eséllyel írhatjuk egyébként be, és azok az eredmények, amelyeket itt találtunk, ezek bizony sok szempontból formabontóak. Nem akarom a pusztulással kezdeni, de végezni meg nagyon nem akartam a pusztulással, mert hát az meg úgy lehangolja az embert, inkább beszéljünk a szép dolgokról majd a végén. Viszont olyan jelentős eredmények vannak, amely kapcsán azt gondoltam, és ezek valóban mind a Kiskunsághoz és mind a Kecskeméti Múzeumhoz köthetőek az elmúlt évtizedben, amelyek egyébként számtalan újságcikkben, számtalan tévéfelvételben és nyilatkozatban folyamatosan felfeljön a tatárjárás, az egy nagyon népszerű téma, de ezt el kell ismerni, hogy ez így 95-99%-ban bizony a Kecskeméti Múzeumnak az eredményeit szokta általában ezek a nyilatkozatok is tükrözni. A Bugaci Péter monostora volt az egyik, ahol megtaláltuk a tatárjárás kézzel fogható bizonyítékait, amelyek közül a legjelentősebbek, most nem éremkincsekről, nem kincsleletekről fogunk beszélni, hanem a legyilkolt emberi áldozatok. Hiszen 1995-ig mindössze kettőről tudtunk, ezek után joggal vonhatta meg talán a vállát a történész, hogy hát akkor az mégse úgy volt, hogy Rogérius azt annak idején leírta, vagy Spalatói Tamás, hát hol volt itt bármiféle kataklizma, hát nincsenek halottak vele. No hát 1995 után az autópálya ásatások, meg a nagyfelületű feltárások, meg más területeken való ásatások, tehát kint az Isten háta mögött, ami azóta is puszta, hiszen általában az autópályák ugye pont ott mennek, bizony előhozták azokat a katasztrofális, szörnyű és szívmarkoló nyomokat, amelyeknek az egyike az, ami itt éppen a Bugaci Péter monostoránál volt, hiszen itt ugye, ahogy mutatják a nyilak, ez egy feltárt terület, a monostortól egy 150-200 méterre, tehát a polgárvárosnak a területe, ha úgy tetszik. Nagyobb pincés épületek vannak, fölmenő falu, kúria, nagy valószínűség szerint, 1200-as évek elejéről beszélünk, és ott az udvaron valószínűleg egy humuszba alig belemélyedő egykori útmenti csatornában vannak 2 és 14 év közötti gyermekek legyilkolt testei. Ezeket ugye nyilakkal jelöltem, és van egy hölgy, aki egy olyan 20 év körüli fiatal nő, aki egyébként balkezes volt. Ezt amikor először mondtam, hogy balkezes volt ez a nő, akkor jót nevettek a kollégák, de mondtam, hát figyeljetek már, ez egy törhüvelynek a borító lemeze. Tehát ha valakinek a törhüvely a jobb kezében van, akkor a bal kezében kell legyen a tör. Na hát persze mondták, hogy ez igen, nagyon jó hangzik, viszont hogyha most jobban megnézik a hölgynek a jobb kezét, a jobb kezén a alkarjának a mind a két csontján egy nagyon súlyos deformálódás van, egy nyílt törés volt, és azt gondolom, hogy 13. századi körülmények között ez a hölgy, ez valószínűleg tényleg balkezessé vált, hiszen azért összefort, tehát gyerekkori törésről van szó. De ez csak egy érdekesség. A lényeg az, hogy teljesen anatómiai rendben, de abszolút rendetlenül és rendezetlenül, és a rendszerben nem illően vannak holttestek szerte a településen. Hát a legszörnyűbbek nyilván mindig a gyermekvázak, a gyermekeknek az összehaigált vázai, amelyeket részben egyébként itt a szántás is megbolygatott.
De hát a mai napon is tudtunk mutatni kint a Bukaci Monostornál ilyen 16 év körüli fiatalt, ez éppen a tegnapi napon került elő. De ami nagyon jellegzetes még a tatárjárásnál, hogy olyan állatoknak a vázai, amik fiatal állatok, anatómiai rendben lévő lefejezett kis szopós borjak. Hát ebből tudjuk, hogy valamikor május környéken lehetett ez a május-júniusban ez a nagy támadás, amely érte a bugacot. Hát a gyermekek mellett volt ez egy nagyon szintén egy, mondjuk azt, hogy szép történet, nem tudom, nehéz ezt egy eldönteni, ez egy kutyának a váza beleaitva egy árokba, és a kutyán látszik, hogy van egy kardvágás, és van egy buzogánynak az ütése is, vagy valami bunkósbotnak az ütése. Mint ahogy ugye mindenféle állati maradványok vannak. Szerintem, hogy gyorsan átugrom, mert látom, hogy múlik az idő. És hát ugye a leégett épület és ilyesmi. Az a leégett épületek, vasdepóleletek ezek vele járnak. Ezt a képet azért raktam be, mert ez nem más, mint a temetőt elvágó nagy tatárjáráskori sánc egyik szakasza, amit eddig tudtunk azonosítani, vagy kiszerkeszteni, úgy tűnik, hogy egy 600 méteres sáncrendszerrel védték az utolsó pillanatban ezt a egyébként várnak is beillő hatalmas épület együttest. És itt látszanak ugye a nyomai. Ami nagyon érdekes, hogy ezekben az árkokban, azon kívül, hogy elvágják a temetőt, tehát látszik, hogy még a kegyelet sem számított, hiszen a védelem az, mint olyan, az fontosabb az élők védelme, mint a halottak iránti kegyelet, legalábbis ilyen kritikus időszakban. De anatómiai rendben lévő vázak vannak, illetve egy olyan állatcsont szőnyegek vannak, tehát ilyen vastagon az állatcsontokkal van borítva, és az archeozológus azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy itt egy nagy társaságot kellett hirtelen élelmezni, hiszen fiatal állatok, idős állatok, félig összevagdalt állatok és vadállatok egyszerre jelentkeznek csonttal, ami azt mutatja, hogy egyszerre kellett egy nagy népességet etetni. Na most, mivel mi megtaláltuk a nyomát annak, hogy bizony itt iráni, illetve ilyen türk, rúmi szultánátusból származó és egy pénzérmét hoztam bizonyítékként, hogy milyen buzogányt sikerült találnunk a romok között, illetve ível talpalójú kengyeleket, amik a kunoknak, illetve hát a mindenféle keleti népségnek volt akkor a fegyvere. Ezért joggal gondolhatjuk azt, hogy bizony egy mongol csapat, egy mongol egység valamiféle bázisként, vagy főhadiszállásként, vagy valamiként használta ezt a kolostor együttest. Ezért sincsen egyébként nagyon leégve ez a kolostor együttes. Gyaníthatóan a elfoglalása úgy történt, hogy a nyílt színen, ahol rengeteg kardmarkolatot, sarkantyút és egyéb fegyveralkatrészt találtunk, valószínűleg egy nyílt színű ütközettel és a házról házra történő előrenyomulással foglalták el a mongolok valamikor 1241. május-június környékén ezt a települést, és hát sajnálatos módon ugye láttuk azt, hogy hát itt írmagját nem hagyták embernek, és igazából állatnak sem nagyon. Innentől kezdve kicsit talán könnyebb lesz a téma, vagy könnyedebb és kellemesebb, amit a Bukaci Monostorról, ugye sok tekintetben kiemelkedik a ma ismert árpádkori lelőhelyek közül. Az egyik az mindenféleképpen, hogy mertünk az első pillanatok ez olyan dolgokat alkalmazni, amit más nem. Nem csak a geofizikával, a drónfotókkal, hanem a fémkeresővel is, ugyanis 2010-ben még nem volt általános, hogy a fémkeresősöket szívesen alkalmazták volna a múzeumok, és mi mertünk igazából tényleg egyet lépni ebben a kérdésben, és ennek az eredménye az, hogy több mint 10 000 árpádkori fémtárgyal lettünk gazdagabbak a Kecskeméti Múzeumban. Ez óriási szám, de nem csak arról van szó, hogy tehát a nagy számok törvény alapján ezek a mennyiségi mutatók, ezek minőségi mutatókban mentek át. És hát természetesen olyan különböző eredmények vannak pont ezért, amik a lelőhelyek, magán a lelőhelyen jelentősen túlmutatnak, tehát országos szinten is felhasználható analógiát adnak, és hála Istennek azt kell mondjam, tényleg, hogy nem nagyon van a tudomány részéről, a kollégák részéről ezzel kapcsolatban kételj, valóban a Bukaci Péter Monostora ásatásai az elmúlt 11 néhány évben, ezek példaértékűek, én legalábbis merem remélni, hogy így van, de azt gondolom, hogy nyilatkozatokból is, és az egyetemi tananyagból is lehet látni, hogy valóban ennek így kell lennie. De mi is ez a minőségi és mennyiségi mutató? Hát
Itt van például a mérlegek. Nem tűnik túl izgalmasnak ez a téma, ugye mérlegek. Mit csináltak? Hát mérlegeltek. Ezek ilyen kézi mérlegek, kis kézbe való mérlegecskék, a legegyszerűbb mechanikai eszközök. Hívták őket bronzmérlegnek, pénzváltó mérlegnek. Mindennel volt egy apró kis gond, ugyanis hát ugye egy része az nem bronz, hanem vörös réz, tehát nem akarunk nagyon kötözködni, mint ahogy a pénzt sem feltétlenül váltották, mert azért fűszermérésre is használhatták. De a lényeg az, hogy ilyen mérlegek ismertek voltak az Árpád-korból, és az 1950-es években a kiváló régész professzorok fel is gyűjtötték azt a 10-15 darabot, amit ismertek, főleg a Nemzeti Múzeumnak az anyagából, megírták azt a cikkeiket, amelye igazából nem is kellett miért hozzányúlni. És tényleg nem. Egészen addig, ameddig a Bogaci Monostornál el nem kezdtünk fémdetektorral keresni, és ki nem derült, hogy hát bizony, ezek a mérlegek, ugye, amik állnak ugye a függesztőkből, az most itt éppen nem látszik, hiszen az ugye a mérleg nyelve, karokból, serpenyőkből, illetve súlyokból. Hát itt látszik ugye maga ez a függesztő, és a függesztőnél ott a kar, ugye az egyiknél még a kar is megvan, hát ezek mind onnan jövő mérlegek, csuklós karú mérleg együttes, a csuklós része az azért csuklós, mert szépen össze lehetett csukni, és mint ahogy az a következő képen, az egyik serpenyőben látszik is, be lehetett szépen rakni, onnantól gondolom én, hogy becsúsztatták egy kis bőrszütyőbe, és akkor már lehetett is a zsebre tenni. Nagyon ötletes, mechanikus dolgokról van szó, de mi a lényeg ennek? Az, hogy egyszer csak azzal szembesültünk, hogy hát kérem szépen előjött több mint 20. Tehát több, mint amit eddig a Kárpát-medencében összesen ismertünk. Hát akkor ezzel a kérdéssel valamit kezdeni kell. És az elmúlt 40-50 évnyi kutatás során úgy 5-10 évente úgy került elő egy-egy darab, mindig nagy jelentőséget tulajdonítottak neki, egyébként joggal, de hát itt egyszerre előjön annyi, mint amennyi ismert a Kárpát-medencében. És akkor még mindig csak a mérlegnek a serpenyőjével, a mérleggel kapcsolatban beszélünk, még nem is a súlyokról. Még annyit mindenképpen érdemes ide tenni, hogy ilyen mennyiségnél már érdemes volt technikai kérdéseket, tehát készítés technikai kérdéseket is vizsgálni, és miután egyik kedves barátunkkal bevizsgáltattuk itt Cegléd környékén anyagvizsgálattal, nagyon érdekes dolgokra derült fény, de hát ez már annyira szakma, hogy ezzel nem akarom önöket untatni. A lényeg az, hogy itt két különböző technológiát mutatok, egy kalapálásos technológiát, amit valószínűleg itt helyben is alkalmazhattak, illetve egy szinte az esztergálás szintjét, hát nem szinte, abszolút azt képviselő, csodálatos 99%-os vörös réz mérlegserpenyőt. És hát itt van az a bizonyos kép, ugye, amit az előbb említettem, ez a kis összecsukható mérlegkar. Az érdekessége, ami egyébként megint csak messze menő következtetésekre adott okot, hiszen elkezdtük fölgyűjteni az összes ismertet az országból, és kiderül az, hogy mindegyik a tatárjárás során került a föld alá. És akkor hirtelen lehetett a kronológiát országos szinten pontosítani, hiszen itt is látszik, hogy éppen az előbb is bemutatott lófej mellett oda mellé ásva, tehát ugye ez rétegtanulag ez teljesen egyértelmű, hogy a ló rajta fekszik egy rétegen, az akkor csak alatt, tehát korábban kerülhetett oda, igaz, az néhány nap is lehetett, tehát lényegében elásta valaki a tatárjárás során, itt is, mint ahogy annyi sok más helyen az országban. De ami még megdöbbentőbb, az a mérlegsúlyoknak a száma. Ma nem tudom, hogy hány mérlegsúly lehet az országban. 4-5 évvel ezelőtt, amikor úgy nagyjából akkor 80-100 darabot tudtunk számolni. Ez egy mostanában most már azért kerülnek elő a fémkeresős kutatások során. De azt kell mondjam, hogy az a mennyiség, ami a Bugaci Monostornál került elő, és hát ugye itt mindenféle, látják, hogy kerek, lencse alakú, lyukas, négyzetes és egyéb különböző díszített példányok is vannak, meg különleges, valószínűleg ez egy viking példány. Ennek a száma 450. Tehát 450 mérlegsúlyunk van úgy, hogy hát most lehet, hogy most már 200 van az országból. Elnézést. De hogy alapvetően ilyen számokkal kell számolni. És akkor mondtam, hogy ezek már ugye minőségi előrelépést is jelentenek. Mert nem csak arról van szó, hogy hát most van 400-450 mérlegsúlyunk, hanem arról van szó, hogy kiváló egykori, sajnos megboldogult kollégánk Székely György és Tóth Csaba Nemzeti Múzeumnak a numizmatája, hát ráálltak erre még 2017 előtt erre a történetre, és nagyon fontos megfigyeléseket és eredményeket tettek. Először is például az, hogy kiderült az, hogy a budai márkának hívott későbbi
pénzegység, vagy súlymértékegység, a márka, a budai márka, vagy a magyar márka, ezek lényegében léteztek már a tatárjárást megelőzően is. Tehát korábbra sikerült egy 100 évvel vinni a márkának, a magyar márkának a megjelenését. Emellett, ami megint csak nagyon fontos, hogy ugye ezeknek az összes különböző számrendszert be megtalálták a különböző súlyfelosztásokat, ami azt jelenti, hogy megvan a német felosztás is, ugye ez a tehát mondjuk ez a mindig duplázódik, ugye 16-32, tehát önök is látják. Van a magyar felosztás, illetve van egy különleges felosztás, amit ma is használunk mindig, ugye ez a 10-es számrendszer, ez lehetett valószínűleg a keleti egyébként. Mire lehet ebből egyértelműen következtetni, hogy párhuzamosan használták ezeket a különböző súlyfelosztási rendszereket, magyarán nagyon jól tudták, hogy mit csinálnak, és kellett is, tehát ezért találunk 50 dirhemes súlyt, hiszen itt muszlim kereskedőtől, az örmény kereskedőig, a zsidóig, a németig, mindenki, hiszen ugye egy 13. század elejéről beszélünk, egy teljesen más időszak volt, mint hogy ezt elképzeljük, keresztes hadjáratokkora, zarándoklatokkora, egy végtelen izgalmas időszakról beszélünk, és ebben az időszakban bizony Magyarország az központi szerepet játszott. Elkezdem kicsit pörgetni ezt a dolgot, mert szerintem jól elcsúsztunk, nem akarom önöket untatni. Tehát a temető az nagyjából 2000 sírt álltunk eddig föl, 1050-es évtől 1241-ig, és hát minden szépe tárgyak vannak, ezek a esvégi karikák hölgyeknek ajánlom, 300 évig volt a magyar nőknek az elválaszthatatlan viselete, ez az eskarika. Erről is vannak jó anekdóták, de szerintem erre most nem lesz időnk. És hát minden egyéb, ami ehhez a korszakhoz, ez az 1050-es évekhez kötődik. Például találtunk teljesen egyedi módon arannyal szőt, hát ezt ugye ebbe tényleg szerencsénk volt, hiszen jobban megnézik, ugyanúgy néznek ki, mint a gyökerek, ezek az aranyszálak, de ez egy szemfedő volt, egy arannyal átszőtt szemfedő az egyik halotton. És hát ugye viselettörténeti dolgok, lényegében teljesen meg sikerült változtatni a viseleti történetét ennek az eskarikának, amit eddig hajkarikának hívtak, de tényleg ez most ez önmagában is megérne egy előadást. És hát ugye most már így 2020-as év környékén nem irreális az, hogyha azt mondjuk, hogy három fülbevalója is volt a hölgyeknek 1100-as évek elején. Ezt ugye az 1950-es években teljes mértékig elképzelhetetlenek tartották, ezért is lettek hajkarikák ezekből a dolgokból. De az az igazság, hogy ma már ugye egy olyan korszak van, amikor visszatértünk a 900 évvel korábbi divathoz. Tehát nincs új a nap alatt, de... A nagy számok törvénye megint csak az aranyozott tárgyak, hiszen ezért lett aranymonostor, mert számtalan aranyozott tárgy van. 450 aranyozott tárgyunk van, 400-450 között az is, és ott is olyan különlegességek vannak, amelyből különböző horizont, megtaláltuk a 11. századi horizontot. Ez azért érdekes, mert olyan tárgyakat látnak, amik főleg a felső sorban, meg az alsóban, és hogy ránéznek olyan honfoglaláskori, de már mégse honfoglaláskori, hát olyan árpádkori, de még nem teljesen árpádkori klasszikus, és hát akkor így rámondtuk így a kollégák, hogy na jó, akkor megtaláltuk az átmenetit a honfoglalásból a klasszikus nyugati jellegű műveltségbe, tehát ezek azok a tárgyegyüttesek, amik az elsőké. Ezeket gyorsan is pörgetem. Ezeket azért érdemes megnéznünk, ezek a balta alakú amulett, ilyen kis nyakba akasztható kis amulett, illetve egy fűrész alakú, illetve kettő fűrész alakú amulett. Ezek varégok, ruszok, most aztán különösen nem is szabad belemenni, hogy ezek a ruszok, ezek kik voltak, hát ugye ezek a skandináv eredetű oroszok lényegében, a kijevi rusz területéről jöttek, és lényegében ugye ezek a skandinávok, akár legyenek azok nyugati vagy keleti skandinávok, ezek lényegében Európa összes udvarában ott voltak zsoldosként, és a Hastingsi csatától a Manzikerti csatáig, Bizánc területekig, mindenhol ott vannak ezek a zsoldosként, és bizony Magyarországon is itt vannak ezek a varégok, hát nálunk nyilván a keletiek jöttek, a kijevírus területéről, nem is véletlenül nevezték ugye Imre Herceget, akit szerintem egy picit félreismer, ugye általában nyilván a hagyomány az más mond Imre Herceggel kapcsolatban, a kialakult évszázados vagy ezredes hagyomány, de hát ő azért a ruszok hercege és a hadsereg parancsnoka is volt, tehát hogy valószínűleg azért kebény srác lehetett Szent Imre Herceg, de hát ez itt most tényleg csak a ruszokról beszéljünk. Hiszen ilyet is találunk, megint csak azt mondta, hogy egy nemzetközi történetről van szó.
Rengeteg olyan tárgy van, ami önmagában hát vagy értelmezhető, vagy nem értelmezhető. Ilyen kis pici mindenféle. Lényeg az, hogy minden aranyozva van. Vannak nyilván, amik jól elkülöníthetőek, különböző csatok, cipők csatjai, palástkapcsolók és egyebek. Ez, amiket mutatok, ezek a négy, kicsit ilyen négyzetesebb alakúak, ezeken már látszik, hogy már szinte gótikus, hát ezek az 1230-as, 20-as éveknek a divatja, azért tudjuk, mert nagyon sok tatárjeleskori éremkincsben és kincsleletben vannak ezek a típusúak. És minden egyéb olyan veret, teljes veretsorok, amiket ugye be tudunk helyezni, tehát hogy látjuk azt, ott egy viking cipőt hoztunk, és a viking cipőre, ami megmaradt, ugye, hiszen ott azon a területen mondjuk ez meg tud maradni a tőzeglábban, és hát pontosan ugyanolyan csatunk van, szépen ráhelyeztük ilyen fotomontázsra, hogy lássák önök is, hogy hogy is kell elképzelni, mint ahogy nyilván az övvereten is, hogyan lehettek az övek. Találtunk olyan darabokat, amit hát önmagukban nem sokat mondtak volna, de ha az ember azért valamennyire ismeri, az anyagismerete van a 12-13. Századból, azért valamennyi van nekünk, nyilván tudtuk, hogy ezek zabláknak a különböző alkatrészei, csak megint arról beszélek, hogy megint töredékesen sikerült megtalálni. Na most ezek után nagyon szépen be lehet helyezni a már ismert, például a kiváló és csodálatos kerepesi, vagy a zsámbéki zabláknak a képe alapján, és hát itt lehet látni, ugye, hogy is kell elképzelni. Azt gondolom, ezek a fotomontázsok nagyon jók, és ilyenekkel találkoznak a kiállítóhelyen is. Pont az a lényeg, hogy bemutassuk, hogy azok az apró kis töredékeink, azok mégis hova illenek az egész tárgy esetében. Bútorok, ládikák, veretei, most már tényleg pörgetni fogom, mert látom, megy az idő. Olyan mindenféle látszik, ugye, hogy szegecsek az egyik részüket, tehát valamiben bele kellett szögelni ezeket a veretecskéket, és hát ennek is megtaláltuk az analógiát fiatal, tehetséges kutatótársaimnak köszönhetően. Igaz, hogy ez egy 15. századi faszobor, viszont hogyha megnézik ott a faszobornak a mell részén, ott bizony pontosan ugyanilyen karmok tartanak gyöngyöket, tehát egyszerűen látjuk, hogy ja, persze, most már egyértelmű, hát akkor is faszoboron kellett, hogy legyen, vagy fa, egyéb oltárdíszítések, vagy ilyesmik voltak bent a bazilikán belülről. Vannak olyan tárgyak, amelyekkel nem nagyon tudunk mit kezdeni, ami a bal oldalon van, abból egy volt eddig a Magyarországon, hát sikerült megtalálni a másikat is, nem sokat tudott hozzátenni, hiszen nálunk találtuk meg a Bugaci Monostornál, innentől kezdve még mindig nincsen igazi analógia, de hát ugye ez a szokásos, néha kétséges tudományos dolog, hogy a 12. és a 15. század közébe lehet tenni. Hát mondtam, azért ez ennél pontosabb kell így, hogy néha évtizedekről beszélünk a Bugaci Monostornál, de kétségtelen, hogy ez is oda tartozik. Javaslom önöknek, hogy nézzék meg ezt a bal felső tárgyat, nagyon. Ez egy bizánci zománc töredék, színarany rekeszes zománc darab, mint hogy a másik is színarany. Tehát vannak nem csak aranyozott tárgyak, hanem nyilván aranytárgyak is. Ezek egyébként a közhiedelme ellentétben valóban tényleg nagyon ritkák. Tehát azért a régészek nem állandóan aranyban gázolnak. Én nekem sem túl sok adatot, hogy találjak személyesen aranytárgyakat, de amikor találunk, annak természetesen örülünk, és akkor mondhatják azt, hogy de hát tudományos szempontból a kerámia ugyanolyan fontos, hát persze, csak hát azért az ember az mégiscsak jobban örül azért a kincsnek, na hát nem azért lettünk régészek mi se, csak és kizárólag. Tehát ezt nyugodtan el lehet mondani itt ebben a közegben. A lényeg az, hogy valóban nagyon kiváló, kiemelkedő tárgy együttesek kerültek elő. Amit látnak, az például egy 1 cm-es, hát eléggé nagyra sikerült ilyen gigapixellel kinagyítani, 1 cm hosszú aranytárgy itt a jobb felső sarokban, és hát a smaragd az nagyjából 2 mm hosszú, a smaragd benne. Érdemes megnézni eredetiben is, hiszen ott a kiállító ilyen eredeti megnézhetik. A kis gyűrű, az aranygyűrű, az azért a kedvencem, az egy ametisztköves aranygyűrű, ugyanis a 6 éves unoka hugomnak minden szennek maga fel hajlik a keze, megpróbáltam fölhúzni az ujjára, hogy mégis mekkora, mert láttam, hogy kicsi. És egy 6 éves kislányra nem ment rá, ami ugye egy nagyon érdekes dolgot mutat, mégpedig azt, hogy hát ez a gazdagságnak számomra a csúcsát jelenti. Tehát a 13. század elejének a Bugaci Péter Monostor a polgárainak a gazdagságának a csúcsa, hiszen kislánynak csinálnak aranygyűrűt.
Ez, azt gondolom, hogy ez valahol tényleg egy meghatározó. Gyorsan átérjünk a liturgikus felszerelésekre, tehát mégiscsak a kolostorról beszélünk, nem csak a polgári településről, de még egyszer szeretném mondani, hogy megint egy sztereotípia, ami most már szerintem ez így kitakarodott azért a köztudatból, de hogy ez a gazdag egyház és a gazdag papság, meg a szegény polgárság, hát itt nem így volt. Tehát itt a polgárság is nagyon vaskos, izmos, erős volt, nyilván egy nagy kereskedelmi település is volt, de ez ettől függetlenül igaz, ami rengeteg számtalan ilyen tárgyban nyilvánul meg. Na de ennek a gazdag településnek a kolostora is gazdag volt, nem is akármennyire gazdag. Először ilyen hanzatálakat hozok, ezek bűn és erénytálak. Azt gondolom, hogy ezt megint csak el kell mondjam, tehát a bűntálak, azok önök gyorsan rá fognak, kérdést fogok föltenni, és valószínűleg erre mindannyian tudni fogják a választ. Tehát a bűntálakon a bűnök férfi alakokkal vannak megjelenítve. Vajon az erénytálon az erények milyen alakok kíséretében jelenhetnek meg? Női? Ezt nem érzem jogosnak így 800 év távlatából sem, de most a viccet félretéve valóban így van, vannak ezek a bűn és erénytálak. Most sem tudjuk egyébként, hogy mire használták pontosan liturgiai célokra, de az eredetiek a hanzavárosok környékéről, északról, Baltikumból származnak, és itt a monostornál is sokat lehetett találni. Egyébként Magyarországon is gyártották ezeket a típusú bűntálakat, hát itt még néhány képet. Vannak olyan apró töredékek, amelyek hát önmagukban semmit nem mutatnak. Itt van ez a szerencsétlen jobboldali, hát micsoda, valami. De hogyha megnézzük, hogy ez minek a töredéke volt, így azért már jobban néz ki. Ezek az úgynevezett akvamanilék, amik víz és bor tárolására voltak használatosak, és egyébként Magyarországon készítették a legcsodálatosabb akvamaniléket, illetve még Németország területén, de a magyarok voltak valószínűleg a legkülönlegesebbek. Ilyenkor sajnálhatjuk azt, hogy egyébként mennyi minden nem maradt itt fönn nálunk, ami egyébként a mi kezünk, illetve őseink keze munkáját dicséri. Ugye a korszakban megint csak egy ellentét, amit elképzelünk, hogy egy unalmas, statikus időszak volt. Zarándoki jelvények Rómából, Lorettóból, és egy különlegesség, ez a pecsétnyomó, hát elbírják önök is olvasni, ez a M, mint szigillum, tehát pecsét, szekreti, ugye tükörírásban, tükörbe kell nézzék, szekreti, mint titkos, a szetonis az egy embernek a neve, birtokraga, és a mag, mint magiszter, mint mester. Tehát ez Szetó mesternek a titkos pecsétje. Semmit nem tudunk Szetó mesterről, eddig semmit nem tudtunk Szetó mesterről, csak azt, hogy valamikor ott elhagyta a pecsétjét, vagy ott élt a Péter monostorán. Én gyanítottam egyébként, hogy hozzá kapcsolódnak bizonyos zarándok jelvények. Ezeket mind-mind a szántásból találjuk, tehát nekünk nincs olyan könnyű dolgunk azért, mint nagyon sokaknak, mondjuk Angliába, de és nem is maradt Szetóról semmi. Viszont kiváló kollégám Rácz Bernát most kiderítette azt, hogy Szeton nevű család Flandriából emigrál 1170-es években Skóciába. És ezek a Szetonok, pont Ádám Szeton, nagyon híres a műveltségéről az 1200-as évek elején. Még mielőtt valaki extrém dolognak tartaná azt, hogy hát Anglia, Skócia, hogy kerül ide Magyarországra, hát persze találunk egyébként angol pénzeket is, de nem is ez a lényeg. Sokáig számomra sem volt ismert, meg senki számára se, hiszen kiváló professzorunk Laszlowski József derítette ezt ki. De hogy egyébként nyilván nagyon könnyű lesz megint a válasz, hogy Oxfordban, az Oxford Egyetemen ki volt az első külföldi diák, milyen nemzetiségű lehetett? Magyar. Magyar. 12. századról beszélünk, tehát az egy teljesen más világ volt, és teljesen más volt a szerepünk is. Kedvencem, ezt el kell mondjam, ez a Maastricht, egy holland költő 1180-as években, aki leírja, hogy Maastricht, ugye, mindannyian ismerjük Maastrichtot, Maastricht azért fontos város, mert Anglia és Magyarország között egy úton fekszik. Milyen érdekes, nem? Amikor Maastrichtból magyarázták, vagy Maastrichtot kellett magyarázni, ugye, hogy miért is jó, hát mert Magyarországgal így összekötetésben van. Hát most egy kicsit más irányú, úgy érzem, de hát adja Isten, hogy majd egyszer újra visszaforduljon ez a dolog, és onnan kelljen magyarázni a dolgokat.
A lényeg az, hogy megint csak arra bizonyíték mindez, hogy valóban ez egy teljesen más világ volt, mint amit elképzeltünk. Ez sokkal átjárhatóbb, sokkal komplexebb. Félreértés ne essék, nem a rossz, tehát a globálisabb, hiszen a keresztény civilizációnak a határai kitágulnak. Egészen közel-keletig, ugye hát a keresztes államokkal, és Észak-Afrikával, tehát lényegében újra egy kapcsolatrendszer alakul ki, és az utolsó képen majd lesz egy olyan, megmutatjuk, hogy lényegében az akkor ismert világból mindenhonnan vannak tárgyaink itt a Bugaczi Péter Monostornál. Ezek a limózsi keresztszerelékek, Limózs Dél-Franciaországból egyébként a Zománc művességéről volt híres, és végigpörgetem, hát mindenféle szépségek ugye, amik egyébként eddig egyesével is megértek egy-egy előadást és misét, hát itt tömegével találjuk őket. Ez például egy polgári felhasználású dolog, de olyannyira tömegével találjuk őket, hogy például a Kecskeméti Múzeum most abszolút élen jár, hiszen ugye mondtuk, hogy egész megyére vonatkozóan beindítottunk egy nagyon komoly kutatást, és bizony az Árpád-kori templomok környékén intenzív kutatásnak köszönhetően számtalan helyen kerülnek elő mindenféle csodálatos limózsi keresztek. Ezek körmeneti keresztek, oltárkeresztek voltak, hát körmeleteken kerültek elő, amúgy meg általában az oltáron álltak egy másik talppal. Mindjárt mutatok néhány darabot. Ezt mindenféleképpen szeretném kiemelni, ami egy mászvidéki, tehát ez a mászvidékről majd egy pár szót még mondok később, tehát ez nem rajnavidéki, nem limózsi, ez a mászvidék, ez a legfejlettebb területe volt Európának, hát talán szerintem ma is, nem tudom. És hát ez onnan van, abból a kultúrkörből egy csodálatos zománc, aranyozott zománc veret, ez kicsit más, mint a limózsiak, ezen nyilván látszik is, illetve vannak még egyéb más vidéki dolgok. És bemutatok itt néhány analógiát, hogy mi alapján is csináljuk mi meg a különböző kereszt részletekből. Hát ugye ilyen szerencsétlen helyeken van, mint az Ermitázs, meg a Metropolitan Múzeum, tehát onnan hozom egyébként az analógiákat, vagy a Cluny Múzeum, de hogy lényegében nagyon jól lehet rekonstruálni Bugacon számtalan csodálatos keresztet. Ezek ilyen kifejezetten nagy keresztek is. Hát ott van a centiméter mellette, de szerintem ez szinte teljesen mindegy. És szintén fotomontázsal lehet bemutatni, hogy hova is valók ezek a... hiszen ez megint prototípusok, és megint félrenőtse senki ezt a Tesco hasonlatot, de hát... A rombusz alakú veretek mindig a hátoldalán vannak, az összes keresztnek, az egyéb veretek azok. Tehát mindegynek megvan a helye, és ilyen szem, hiszen a nagy része tömegtermeléses volt. Ez az egyik legutóbbi találatunk, azóta még több arany van rajta, tehát lényegében ezt is megnézhetik majd, miután Pannonhalmi kiállításból visszajön a főapátság nagy kiállításából a látogató központba, hiszen ez egy csodálatos kiemelkedő tárgyegyüttes, és hát ahogy ezt mondtam is, Bács-Kiskun megye különböző területeiről számtalan és számtalan keresztet sikerült rekonstruálnunk most az elmúlt időszakban. Így van, illetve hát ugye ezek a limózsiak, ezek nem csak és kizárólag keresztek, hanem mindenféle egyéb kegytárgyak, mint mondjuk ereketartóknak a díszítését is szolgálták. Itt az egyik kiváló bugaci töredékünk, hát az látszik, hogy szép, ugye? Az látszik rajta. Nagyon szép a megmunkálása, de mégis mi lehetett ez? Ott látszik két lyuk. Itt is, hogyha jobban megnézik ezen az oldalon, jobb oldalon is látszik két lyuk, ahogy így be van hajlítva. Töréspróbának vetették alá, mint annyi tárgyunkat. Hát ugye a töréspróba, hogy aranye vagy nem, mert szépen csillogtak. A nagy része nem volt arany, csak aranyozott bronz. Innentől kezdve ugye nem kellett a kutyának se, a tatárnak se. Viszont ugye, ami érdekesség, hogy mi ez a töredék, amiből most csak ennyi maradt. Hát egészen Detroitig kellett menjünk, hogy párhuzamot találjunk. Ugyanis, hogyha megnézik, ott az a kis darabkánk, az pont odaillik a detroiti Bibliának. És még egyszer mondom, hogy nézzék meg ezt a darabot, ezt a töredéket. Jelenállás szerint ugye ez így ennyi maradt meg. Itt egy kicsit kinagyítva, hogy látszódjon, hogy milyen szép. És itt pedig maga a detroiti Biblia, aminek a jobb felső sarkába, jobb felső sarkába látják ugye behelyezve a mi darabunkat. Tehát, hogy nagyon jó joggal tudunk rekonstruálni ilyen evangéliumot is. Most már eljutottunk a top 3 leletünkhöz, tehát lassan vége az előadásnak, és bemutatnám azt az evangélium fedőlapot, ami teljesen unikális, Magyarországon egyértelműen, de amúgy is, számtalan hegyi kristály
és kék üveget találtunk. Hát képzeljék el, ez egy teljesen egy földgyújtott, kiégett, törmelékkel teli gödörből került elő, gyermekholttestekkel és mindennel. Ez egy evangélium, ezt nagyon jól tudtuk, ugyanis apró kis töredékekből, kis csonttöredékekből, hiszen agancsból van, tudtunk összeállítani, hát ugye az evangelistáknak a szimbólumait, hát egy hiányzik csak. De a lényeg az, hogy nincs igazából analógiája, de nagyjából tudjuk azt az akkori korszaknak megfelelően, hogy mégis hogyan alkalmazták, hova rakhatták az evangéliumnak melyik részére, bár ezek nem csontból vannak, hanem egyéb nemes fémből, és ezek a csontfeletek, ezek nagyon különlegesek. Hát kiváló munkatársunk így tudta rekonstruálni, ez a gerince és a jobb és a bal oldal, illetve pontosabban ugye most kifordítva képzeljék el az evangéliumot, tehát az eleje ugye ott a jobb oldali, a bal oldala ez a hátulja, és hát úgy tűnik, hogy itt valószínűleg szintén az lehetett, mint annyi más tárgynál, hogy ugye arannyal vagy ezüsttel az előbb is látták, arany és ezüst lapok lehettek, amelyek egyébként a közte lévő részt kitöltötték. Hát ezek már kellettek, és ezért nem találjuk meg ugye sose csak így töredékekbe ezeket a darabokat. Hát a második, talán a második legjelentősebb műtárgyunk, amit itt látnak, ez az üvegpohár, ez ebből egy van a világon ezen kívül, Würzburgban, a Frank Múzeumban, és még a Metropolitannek is csak apró töredékei vannak. Tehát, hogy ezt úgy kell szemlélni, ezt az üvegpoharat, nálunk az egész megvan. Ez ugyanabban a gödörben volt egyébként, mint előbb a evangélium fedőlap, és legalább ugyanolyan különleges, nem német, nem Észak-Németországból van, hanem teljesen más területekről, ugyanis ez nem más, mint a szíriai cseppes pohár. És Európában, Közép-Európában, Németországban, cseh, magyar területeken gyártották ezt a típust, de látják, hogy itt mindegyik ugye átlátszó teljes mértékig. És ez a bizonyos würzburgi, legyünk őszinték, a miénk a szebb, nem? Tehát úgy jobb az aránya, akárhogy is nézem, mint a würzburginak. Ez egy kicsit ilyen torzsább, ilyen jellegű, de azt mondom, hogy ez a kettő van, ami abszolút különleges, abból a szempontból, hogy kék, kobaltkék cseppek vannak rajta. Ez technológiailag egy borzasztó nehéz dolog volt megoldani a 13. századi Európában, olyannyira, hogy nem is csinálták. Viszont, ha visszamegyünk egy jó 6-7-800 évet, akkor mit látunk? Az, hogy a római üvegeknél ez tökéletesen megvan, ez a technológia. Tehát mit is kell keresnünk? Mi a nyitja egy olyan területet, ahol megmaradnak az antik hagyományok és az antik technológia, illetve van egy nyugati ízlésvilág. És hát kérem szépen, ez nem más, mint vagy az 1202-től ugye Bizáncot elfoglaló latin császárság területe, vagy, ahogy ezt egyébként elődeink megmondták, nem más, mint ez a Szíria-Egyiptom területe, tehát ez egy szíriai pohár, félreértés ne essék, bár azt mondta egyik nagykövet ismerősünk, hogy hát ez a bármelyik múzeumnak, a Metropolitannek és az iszlám gyűjteményének az éke lenne, mondjuk, hogy egyrészt nem muszlim, tehát hogy ez egy keresztény valószínűleg, hiszen Antiókiáról beszélünk, ugye az antiókiai hercegségről ezekről az évekből. És ugye tudván azt, hogy 1217-18-ban bizony András királyunk minimum 5, de valószínűleg 8-10 000 fős hadsereggel és kísérő személyzettel meglátogatta a Szentföldet, hát nem egy irreális dolog, hogy azt mondjuk, hogy hát a Becse Gergely nemzetség tagjai közül valamelyik bevásárolt a antiókiai bazárba. Ezekből a cuccokból, amik valószínűleg egyébként nagyon drágák lehettek, és nem véletlen, hogy tetszett neki. Egy nagyon érdekes lehetünk van, első hetum kísérményországból származó pénze, amely megint csak azt mutatja, hogy ez a kísérményország az az örményország, ahonnan kiirtották az örményeket a első világháborúban. Tehát nem a mostani örményország területe, hanem ez a Kappadókia, tehát ez az Anatólia déli része. Ez volt az összeköttetés lényegében, bocsánat, Bizánc és a keresztes államok között. Tehát azon a szárazföldi úton jött egyébként András királyunk is haza, Kis-Örményországon keresztül, és jó szokás szerint próbálta eljegyezni a gyerekeit az örmény uralkodóval is. Ez is egy érdekesség. Van még egy elektartó dobozból egy csontveretünk, mielőtt az abszolút unikális dolgokra térnénk, és itt megmutatom azt, hogy hát nyilván megint arról van szó, hogy nem egy darab csontveretet hoztak, hanem valószínűleg egy teljes dobozt hoztak annak idején, csak hát ugye ennyi maradt meg nekünk ebből.
És hát jön az európai szenzáció így a végére. Ez nem más, mint a Szentpéter ereketartó. Erről film is készült egyébként az elmúlt években. Nem mai a történet, tehát 2012-2013-ban került elő ez a két lemez. De hát csak a restaurálása, hát nem is, azt hiszem, hogy egy olyan 6 éve ért véget, és bizony majdnem egy éven keresztül tartott. Tehát olyan tárgyak vannak, vagy ez a hozzátartozó, nem sokat mond, azt hiszem ez a hihetetlenül rozsdált szalag, de hogyha kicsit jobban kibontjuk ezt a szalagot, akkor már látjuk, hogy valami különleges motivumkincs van, ami ott a rozsda és a patina között megbúvik. És Hegedű Zsuzsa restaurátor, nagyon köszönjük ezúton is neki, megtisztította ezt a tárgyat, hát egy fél éves munkájába került, és hát kérem szépen, ez egy csodálatos szalag, 24 karátos arannyal futatott szalag, amelyik az egykori, és majd későbbiekben mindjárt bemutatandó, ereketartónak az oldalpántja volt, azt vette körbe, teljesen egyedi formakincsel és mintával. Amit kollégám ide kapcsol még, ez a bizonyos angyal, akinek érdemes megnézni a hajtincsét, nem tudom, olyan szinten is lehet látni, igen, nagyon érdekes hajfonat van. Ma is látok ilyet lányoknál, de akkor ez a 12. század második felében nyugaton biztos, hogy egy általános divat volt ez a hajtincs így átvetve, majd fognak jobb képet is látni róla. És hát itt kell mutatnom valamit, amit most már azt fogják mondani valószínűleg, hogy na ezt már úgyse hiszem el. Ez nem más ugyanis, mint a Stavlói triptihon, amely a Morgan Library-ben van, hát ugye teljesen autentikus helyszín. Ez a Stavlói triptihon, ez nem más, mint a ma létező legépebb és legcsodálatosabb mászvidéki, tehát még egyszer mondom, a mászvidék, ez a Maastricht mőzvidék, ez a Vallon területről beszélünk, mai Belgium területéről, amely a kulturális és gazdasági központja volt Európának, hát ez ma is, nem? Tehát, hogy nagyjából most, hát legalábbis nincs túl messze tőle. Lényeg a lényeg, hogy ott készültek, sokkal, de sokkal értékesebbek, mint például a Rajna vidéki zománcok, vagy pedig akár a limózsiak. Borzasztó intellektuálisan és hihetetlenül összetett, tehát teológiailag nagyon-nagyon profi, és hát azt gondolom, hogy ránézésre sem néz ki igazából rosszul. De hogy is jön ez a Stavlói triptihon? Hát több szempontból, ugyanis vannak nekünk olyan érdekes töredékeink, amit itt látnak, amik meg sem közelítik a Stavlóinak a szépségét, ugye, első ránézésre, de mint ahogy mondtam, hogy töredékekből kell gazdálkodjunk és fölépítenünk és rekonstruálnunk eredeti dolgokat, ha megnézik, így már azért egy kicsikét más a leányzó fekvése, ugyanis nagyon különlegesek a mi darabjainknál, amik nyilván le vannak tépkedve és ki vannak belőlük pattintgatva, illetve hát valószínűleg kiszedve a mindenféle drágakövek, féldrágakövek és egyéb berakások. Tehát ezek a nagyon különleges kör alakú sima felületek, vagy akár ezek a kerek foglalatok, ezek abszolút a mászvidékre jellemzőek. Tehát szeretném mutatni, hogy tökéletes analógiája igazából a Stavlóin található meg, már ezeknek az apró kis töredékeknek is. De hát van itt egy még másik darab is, ez a belső része a triptihonnak, ez most így be van már csukva ugye ez az ajtó, ott mutatom piros körrel, ez ki is van nagyítva ez a rész, de hát ugye még mindig nem annyira látszik, ezért még jobban megnagyítottam, és emlékeznek, mondtam, hogy nézzék meg azt a töredéket, hát én azt gondolom, hogy elég jól lehet látni a hasonlóságot, vagy az egyezést. Jelenleg így néz ki a Szentpéter ereketartónak a két lemeze, és tényleg így zárásképpen néhány képet szeretnék önöknek mutatni, már magáról az ereketartóról, gigapixeles felvételek, hát lehet, hogy sötétben még jobban látszik, de szerintem így is tökéletesen megmutatja a hihetetlen finomságát, kifinomultságát, azt az őrült szakmai tudást, ami jellemezte azt, aki ezt készítette valahol a mászvidéken. Ez a két lemez, ez ma a világ legnagyobb létező mászvidéki zománclemezei közé, nem, hogy az a kettő a két legnagyobb.
Erre mondta kiváló művészettörténész kollégám, és lehet, hogy mindig is az volt. Tehát ugyanis már az előbb is, amit mutattam önöknek, foglalatok, tehát a Stavloy Triptychon, ami azt gondolom, hogy tényleg az emberek leesik az álló, és a 12. századi művészetnek a csúcsterméke, de hát az ott lévő foglalatok, azok felakkorás nincsenek, mint a bugaci foglalatok. Na most ilyenkor belegondolhatunk, hogy tényleg mi veszett el. Ez viszont valóban egy olyan különleges és kiemelt darab, ezek az eleket tartónak, ezek a zománc lemezei, amelyek valóban a kornak a lehető legmagasabb szintjét képviselik. Van egy rekonstrukció, ez az én rekonstrukcióm, én régész vagyok, ezt találtam meg, ebből rekonstruálok. Szerencsére azért nálam sokkal okosabb művészettörténész is van, aki ebben a kérdésben kompetens. Én így készítettem el, azért is mutatom be, hogy honnan hova fejlődünk, pusztán azért, mert egyre több lesz a tudásunk. Tehát jelen pillanatban már nem így rekonstruálom én sem, de hát így képzeltük el, mint egy Dunkex-es dobozt, hiszen kettő lemezünk volt. Na most a különböző ma is létező analógiák alapján szinte kétségtelen, hogy ez egy úgynevezett filaktérium, ez egy négykaréjos megoldás volt, és jelenleg úgy látjuk, hogy nagy valószínűséggel ilyen lehetett. Ez az előbbi, ez a lobby filaktérium csodálatos, ez is azt gondolom, hogy kiemelkedő. Sehol nincsen teológiai mélységében és összetettségében a bugacihoz képest, már a két lemezhez képest is, amit lehet magyarázni. És hát méretében azt gondolom, hogy mivel 22 centi mindössze, nekünk pedig 26 centi csak a lemez, ezért mutatja azt, hogy valóban milyen is volt ez a bugacon megtalált egykori Péter monostorának a filaktériuma, és a hátuljára lehet elképzelni valószínűleg ezt az angyal lemezt. Itt meg ugye, amit ígértem, térképet, hogy lényegében a ismert világ minden pontjáról bugaci Péter monostorán megtaláltuk, amik most a Kecskeméti Múzeumnál vannak. De még egyszer mondom, nem arról volt szó, hogy itt van a világ közepe, tehát félreértés ne essék, de a piros az a világ közepe. Tehát ami ott pirossal jelent, tehát a Magyar Királyság valóban egy centrális szerepben volt. Nem volt periférián, a későbbi évszázadokban perifériára kerül a tatár miatt, ugye hát az levágja teljesen a Kijevi Ruszt, az Oroszországot, a volgai bolgárokat tönkreteszi, mint ahogy a Bizánc is ugye a 13. század elején esik el, tehát nekünk a 13. század volt az egyik legnagyobb botrány, ugyanis Magyarország akkor kerül perifériára. És ez az, amiből aztán a későbbi királyaink, Nagy Lajostól kezdve Mátyáson, próbálnak folyamatosan kitörni, hogy ne legyen Magyarország periférián, de hát azóta is ugye itt viszonylag periférián vagyunk, de egy olyan korszakot látunk az Árpád-korban, amikor Magyar Királyság centrális szerepben volt. És nem véletlenül vannak azok a források, amelyek mind azt bizonyítják, hogy a Magyar Királyság milyen gazdag, a Magyar Király mekkora és micsoda hatalma van. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok mindent hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy igazoljuk ezeket a forrásokat. Valóban azt gondolom, hogy nagyon jó volt Magyarországon élni 12. századi viszonyok között. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, örülök, hogy itt lehettem. Még egyszer köszönöm szépen.